Örök főpapunk arra bátorít és arra buzdít mindannyiunkat, hogy kérjünk, merjünk kérni. Kérjetek és kaptok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek. Majd mások egészen konkrétizálja és konkretizálja a kérésünknek a lényegét, tartalmát. Kérjétek az aratás urát, küldjön munkásokat. Itt Tapolcán a Nagyboldogasszony plébánia templomban november 4-én csütörtökön délután 5 órától szentségimádást tartunk. Főegyházmegyénk főpásztora dr. Udvardi György érsekúr fogja vezetni a szentségimádást, amelyen valóban kérésünket fogalmazzuk meg, hogy főegyházmegyénkben az aratás uram, örök főpapunk küldjön munkásokat, papi hivatásokat. Majd a szentségimádást követően este 6 órától szentmisét ad be szintén dr. Udvardi György érsek úr. Én kérem a kedves híveket és kedves mindannyiunkat, hogy vegyünk részt ezen a közös imádságon, ezen a könyörgésen, kérésen. Akik nem tudnak személyesen jelen lenni, őket pedig mozdítom, hogy a média felületein vegyünk részt közösen ezen a szép papi hivatásokért szóló esti imádságokon. Várjuk Önöket!